Köszönöm szépen. Hídról is beszélhettem volna, a mai hír, hogy Farkas Flórián ügyében a költségvetési, az is eljön előbb-utóbb, mert a költségvetési csalás helyett most már hivatali visszaélés miatt és ütlen kezelés miatt is elindul a folyamat. De nem ez a kérdés. Itt a parlamentben is szoktunk szinte órákat beszélni az Európai Uniós támogatásoknak a felhasználásáról. Lehet is erről sokat beszélni, de én azt gondolom, hogy a miniszter úr akkor tudna leginkább jól látni ebben az ügyben, és nem csak adatokat nézni, hogy amikor megy haza, akkor Kisteleknél letér az autópályáról, elindul Kistelek fele, és az első napelemnél jobbra fordul, találni fog egy olyan utat, amit senki nem ír ki, egy gyönyörű, nagyon szépen megcsinált Európai Uniós forrásban megcsinált nyílegyenes út, nem vezet sehova. Nagyon vigyázom, hogyha éjszaka mennek, akkor lassan menjenek, mert minden tábla és kijelzés nélkül egyik pillanatról a másikra elfogy és átmegy egy földes útba. Emellett pedig van egy logisztikai központ. Ezt a Humvestor Kft. Csinálta, ez a logisztikai központnak eredetileg lerakták az alapkövét Kiskunfélegyházán, és azt mondták, hogy ott majd ipar vagy a vasúton érkező autókat oda lerakják, és onnan majd a kamionok szét fogják vinni az országban mindenhova az autókat. Ehhez képest ez Kistelek mellett épült meg egy kicsit odébb, a vasútat ezt elfelejtették belőle, ehhez képest három konténer van, és egy egészen sík terület. Ezt a területet 500 millió forintért csinálták meg, illetve papíron 1 milliárdért, csak 500 millió forintot fizetett ki nekik a magyar kormány. Én azt hiszem, hogy ennél szebb hely nincsen, ahogy láthatjuk, hogy hogy történnek az uniós gazdaságfejlesztésnek a felhasználásai, egy út a semmibe, amíg tart az Európai Uniós támogatás, addig van, utána elfogy, és ott vagyunk a semmiben, illetve egy 500 millió forint három konténerért és egy lapos területért. Köszönöm. A véleményét kérem erről a beruházásról. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a tanácsát, hogy nézzem meg az utat. Ma délután, mikor, vagy ma este, mikor hazamegyek, meg is teszem mindenféleképpen. Bár az előszokott fordulni a mi vidékünkön, alföldi vidéken, hogy mezőgazdasági utat építenek, és 20 km vagy 10 km helyett csak 5 km-t tudnak megépíteni, az is öröm egy gazdának, aki használja, és utána általában ezek az utak, ön számára lehet, hogy meglepő, de földes útban folytatódnak. Ilyen van Magyarországon. Az LMP, egy budapesti szűk rétegpárt nyilván nem lát el Kistelek környékére. Kistelekre én az édesapámmal állatvásár céljából, vagy állatvásárra járok általában, de most meg fogom tenni, hogy az utat is megkeresem. Tekintettel arra, hogy a kollégáim követik az ön fantasztikus munkásságát, mint Fidesz renegát munkásságát, és azt tudom önnek mondani, hogy a Humvestor Kft. A logisztikai bázis esetében kapott egy helyszíni ellenőrzést már tavaly a miniszterelnökségtől. A miniszterelnökség munkatársai túlárazást állapítottak meg, a napelem mint nem elszámolható költség tekintetében. Az árok kifizetésből pedig 41 millió 760 ezer forint lefizetésre került. Ezentúl még a el nem számolt és kamatokkal terhelt előleg visszafizetése is folyamatban van. Én azt gondolom, hogy a logisztikai bázis pedig Kistelek kistérség szempontjából fontos lehetne. 2017. 7. hónap 21-ig kell fönntartaniuk. Erre kaptak jóval korábban, még az előző kormány idején tudomásom szerint támogatást. Én csak azt tudom kérni, hogy tekintettel arra, hogy Kisteleken nagyon jó gondolkodású, nagyon tisztességes, nagyon becsületes emberek laknak. Arra kérem képviselő urat, hogy ne támadja a kistelekieket, hanem támogassa. Igaz, hogy nem belvárosiak, hanem kistelekiek, de támogatást érdemelnek. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszter úr válaszát. Megadom a szót képviselőnek, viszont válaszra parancsoljon. Elég szomorúan hallom ezt a választ. A napelem volt az egyetlen dolog, ami ott megvalósult. Az összes többi, az három konténer és egy lapos terület. Tehát mindenképpen javaslom, hogy nézze meg. Egy picit menjen utána tovább is, menjen be a városba, és nézze meg a város határába az ipari parkot. Ott van 15 üzemcsarnok, amelyikből 12-ben semmilyen termelés nem folyik. A polgármester azt mondta, hogy azért, mert elfelejtettek hozzá áramot küldeni. 2014 óta ott állnak ezek az üzemcsarnokok, hogyha
megnézzük azokat a vállalatokat, amelyek ezeket elvileg megpályázták és létrehozták, gyakorlatilag nagy részük csődbe ment, illetve rendkívül lecsökkent a ott levő bevételük. Én mindenképpen javaslom, hogy nézze meg, és nagyon megköszönném, hogyha amit ott látott, utána írna nekem egy levelet és beszámolna róla. Megköszönöm szépen. Azt visszautasítom, hogy én a számunkra a vidék nem fontos. Az LMP az egyetlen egy olyan parlamenti párt, amelyiknek a társelnöke az vidékről jár, és ott is lakik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg Lázár János miniszter úr, önnél a szó, miniszter úr. Köszönöm szépen. A Kisteleki Ipari Parkot annak idején a kormány 43 millió 500 ezer forinttal támogatta, és összesen 62 millió 200 ezer forintba került. Az ipari parkkal kapcsolatos fenntartási időszak az 2015 nyarán véget ért. Jelen pillanatban Kisteleknek, illetve az ipari parknak nincs a kormány felé beszámolási kötelezettsége, hogy jól működik, vagy rosszul működik. Én továbbra is csak azt kérem, hogy a kistelekieket támogassa, higgyel, hogy nagyon rendes emberek. Egyébként pedig az ön által fölidézett összes ügyben vizsgálatot szoktam elrendelni, ezt most is megteszem. Megnézem, és írásban referálok önnek, hogy mit végeztünk. Annak pedig örülök, hogyha az LMP-ben a vidékiek érdekeit képviseli. Nem lesz könnyű dolga önnek.